Oké, élő. Nagyon jó. Jó, szupi. Nagyon jó. Nagyon jó. Kirakjuk a csetet. Így van. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Vampír. Én Oszi vagyok, és ez itt a Game Geek csatorna. Itt az ideje, hogy újra belekezdjünk a vérszívásba. Majd lassan érkeztek ti is. Gondolom én. Jaj, de jó lesz. Tengernyi XP-nk van, úgyhogy itt az ideje, hogy elverjük. Na hát akkor csapjuk bele a lecsóba, én úgy döntöttem. Ugyan még nem látom, hogy lenne néző, de ez nem jelent semmit. Na mindjárt beírunk azért a chatre egy jó üdvözletet. Rettenetesen jó mi, telefonról ügyes vagyok. Ja, jó, és ráadásul nem a Game Geek-re, hanem a saját profilommal írok. Nem baj, értitek gondolom, hogy mi a cheesy jó. Nagyon vicces. Na jó, akkor kezdjünk neki. Szóval a Vörös Folyók epizódnál hagytuk abba. Rengeteg. Rengeteg XP-nk van. 11.800 XP-nk van, emberek. Oho. Hello, mi? Te meg mit csinálsz itt? Nagyon ki vagy vérezve. Mi van a kezedben? Mi van a kezében? Egy hajtű. Egy brosz. Mi van? Mit keres az anyák brossa a csávónál? Kutassuk át a testet. Pénztárca. Így van. I must go there. Na bakker. Azt mondja, hogy meg kell keresnünk a fickó lakását. Aztán pedig átkutatni. Mi a tökömet keres a jó anyánknak a brossa egy kibelezett hullánál? Ó, szerbusztok, már is ketten vagytok. Köszönjetek, hagyd tudjam meg, kik vagytok. Remélem, hogy az egyik az nem én vagyok. Na azért az vicces lenne. Oho, már is sikít valami. Hol vagy te, Skull? Ó, az igen. Már kihívást jelentő, pirosak? Az igen, tüzér. Ott is van egy 20-es szintű. Ó, de ez nagyon közel van. Gyere. Muszáj volt kinyírni. Ez a szabja, ez de nagyon menő. Nagyon jó, gyorsan lehet vele csapkodni. Menjünk ide, benézzünk be, hogy itt mi van. Mi van itt? Gyertek csak, aha, ti vagytok a barátaim. És hála Istennek staminánk is van hozzá, hogy ezt művelni tudjuk. Gyere. Így is van. Meg leszek hosszorva, haver. Bocs. Elnézést. Tudod jól, hogy ez a te hibád. Ha nem akarnál elevenen elégetni, akkor nem lennék ilyen gonosz veled.
Na nézzünk csak oda fel. Csak aludt. Csak ott is van, hát ezt kerestem én. Udududududu. Te finom. Ott is ott van. Tudtam én. Ez az alkatrészek. Nagyon jó. Azon az oldalon nagyon van valami. Fussunk, oda nézzük meg. Egy lámpás. Ó, oh, hello, mi? Ez lesz a menő. Hopsz. De durva! Kitép az árnyékból. Na, ez menő, hogy ezt így megtudtuk. Hogyha ez a vacak ránk világít a... Hopp! Egy, kettő, három, és megharapjuk. És véged is van. Jó. Szóval, hogyha ránk emeli a szent keresztet, akkor kitép minket az árnyékból. Ó, ez egy nagyon fontos dolog, elnézést. Jaj, Laci, nézd! Hello, Laci! Üdvözletem! Vonat! De menő! Nagyon jó, hogy ilyen dinamikus a környezet. Tetszik, tetszik. Eleve nagyon tetszik a játék hangulata, kifejezetten varázslatos, és nagyon átadja a vámpírkodási dolgokat. Ott is van, tudtam, mindig van loot, ahova fel lehet ugrani. Jaj, bakker. Elnézést mindenkitől. Nem tudom, valamiért kiszállott a torkom. Pedig most szívtunk egy jó csomó vért. Bizony, bizony. Hála Istennek nagyon sok Jack Nails-es pólón van. Azért gyűjtögettem az évek folyamán. Mi a fenért? Azért. Azt hittem már, hogy nem látom, de van egy range, amin kívül nem látom a szívverését. Erre majd mindjárt. Gyere csak. Gyere csak, te kis Gunner. Hol vagy? Itt is van. Csúnyán lemészárulunk. Hopp. Betegelünk, így is van, hopp, szép, nagyon menő, hogy megperselődik a ruhánk is, hogyha közel megyünk, és sikerül eltalálnia a fákjával. Na, azt mondja, hogy lassacskán odaérünk a célhoz, 22 méter, 17, 10, ott, itt is van a pecója ennek a... 29 Pretty Orchard Street. Itt is van. What's in there for me? Vajon mi vár itt ránk? Én is nagyon kíváncsi vagyok, meg kell, hogy mondjam az őszintét, mert itt most eléggé bonyolul látszik a helyzet, miszerint az anyánk brossa volt nála, ami azért egy olyan személyes dolog, ami nem biztos, hogy jót sejtett, hogyha ez egy random emberkénél van, aki hát fogalmazzunk úgy, hogy ki lett fordítva. Tehát ez itt semmiképpen sem kecsegtet sok jó dologgal. Kövesd a vérnyomot. Jajaj! Az igen! Hát ott valaki vagy kiugrott, vagy kidobták. Úgy elég csúnyán azon az ablakon. Így végig ráncigálták a mindenségen. Ez biztos, hogy nem vicces. Jó, ott van egy... Hello, mi? Na, gyere! Hey, ho! Gyere! Széjjel leszel kaszabolva, barátom. Várjál, te is dobtál valami finomat. Így is van. Na szóval, hol tartottunk? Igen, vérnyom. Vérnyom. Hello, Prefi! Igen, hát én sem értem, hogy miért vonszolt végig egy ilyen... Nézd, mi a fene?
Így van, így van. Vérbőséggel teli jó játékot. Nagyon szépen köszönöm, úgy lesz. Rájuk lopakodunk. Nem tudunk rájuk lopakodni. Nem baj, akkor tolunk egy ilyen dárdát. És az a jó, hogy ennek mint hogy a területsebzése is lenne. De még hogy milyen. Júj, a kaszabolás az területre is hat. Nagyon menő. Oké. Aha. Egy rózsa van lenyomva a torkán. És ki van szögelve egy fára. Akkor kezdjük el végigvizsgálni, a virággal kezdjük. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Hát, ez nem vicces. Nagyon jó. Szóval nézzük meg, hogy hogyan halt meg, szerintem. Jézusom, mi van? Made by the fangs of a vampire. Igen, az rendben van, hogy kitépték az erét. Azt mondja, nézzük meg a helyzetét. Her shoes and clothes are quite worn out. Oké, tehát nem valami jó sorból való leány, hölgy. Nézzük meg, hogy mi van a zsebeiben. Tudom, hogy ez... Golden watch in her pockets. Óra. Aranyóra. Tegyük el, jó. Tudom, hogy ez nagyon tré, de kellenek az alkatrészek belőle. That's okay. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Kösz az árnyékalakot. Jó, hát most egy kicsit kirázott a hideg. Meg kell, hogy mondjam az őszintét. Ettől a Rém nénitől. Sose jelent jót, amikor így momentán a messzeségből egy árnyalak azt mondja, hogy figyellek. Tehát ez így sosem a bizalom első jele. De menő. Ez így viszont nagyon menő, hogy most így a tetőkön mászkálunk. Ismételten nagyon menő. Ez a játék, ez kifejezetten nagyon jól néz ki. Nem tudom eleget hangsúlyozni, hogy mennyire magával ragadó a környezet és maga a játék. Az irányítás az szögletes, de hát ez látszik rajta, ez igazából ez ilyen konzol irányítás, tehát. De ezen ne akadjunk fel. Igen, én vagyok, hello, mondja. Mi a gondja? Ez egy nagyon, nagyon creepy. Nem szeretem, amikor így... I won't let you escape. Nem szeretem, amikor így sutyorognak az árnyékokban, és így nagyon-nagyon hozzák rám a fast. Nagyon gyors, de elkapjuk. Hát reméljük. Bár nem biztos, hogy el akarom kapni. Hopp! Az most leestem, nem baj. Még szerencsé, hogy ilyen jó kis vámpírkodós vagyok. Nyissuk ki a széfet. Nagy doboz pirula. Az jó, azt tele szokott lenni, ízével cucca. Igen. Apám, ez az árnyék, ez nagyon-nagyon tud. Visszajutott. Ó, Bakker, mi volt? Mi ez a vérengzés itt, Bakker? Brutális. A némber. Fagyizni akar velem, persze. Beülünk, megnézzünk egy romantikus filmet, kukoricázunk, aztán utána elviszem vacsizni. Csak aztán lehet, hogy én leszek a főfogás. Megint van egy kis vér, egy pöp. Öcökepőzők a vérecske. Nem akartam ezt húzni a sírkövet. Bocsi! Ezt nagyon nem így akartam. Jó, menjünk akkor erre. De szerintem ez lesz a jó irány. Come to me.
Esküszöm, kirázott a hideg. És mit csinálunk? Oda megyünk, mert olyan jó. Valószínű nem lesz semmi gáz. Általában nem szokott. Temesd a múltat, harmadik fejezet. Találkozott titokzatos vámpírral. Ott van valaki. Úristen. Megcsócsálták. Michael Larrabee. What happened? Plébános. Demon. Son of perdition. Vicar. Jonathan is no demon. He's just a loving son returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Larrabee. It has been you all along. Oh, it's me, all right, precious. Azt a rohadt. Na, vámpír lett belőle. Vámpír lett Maryből. Mary. Mother? Say hello to your son. Poker. Hello, Jonathan. Mother, I... What do we have here, mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word in dinner. Méghozzá? Nem is Scarlett belőle, hanem... Mary, let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. Oh. Have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Right then. Speak. Oops, sorry. Egy pillanat. Így is van. Hó? Oh. Ho. My prayers went so long without an answer. My husband killed in France. My child carried away by the My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital, cemetery to cemetery, grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me, on a dark pier. It was the hunger. You know it now as well. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again. Te se nézel ki valami jó anyám. And you did, when we were children. It was this filthy dock. Where you greeted your sister, I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. De borzalmas, és kiásta magát a saját sírjából. I had taken your life before I realized it was you. I tried to kill myself. But you failed in your attempt. We cannot die, can we? We are a slave. Igen. I've watched you, Jonathan. You pull the strings and sever them. I've done what I had to do. I did not choose this fate. But I will have my answers. There are no answers, Doctor. There's nothing left but pain and lies and treachery. Mary, wait! Time to go, Mother. Give my regards to my son. No! No! Úristen, mit csinál? Komolyan! This is what I do to those I cherish. Can you imagine what I have in mind for you? I'll destroy you! Úristen. Finally we hear the truth. Dr. Reed, admit it. You're a monster who takes joy in killing. De milyen jól meg vannak csinálva a fogaid. I'm still a scientist. I shall find a cure for this madness. You lie to yourself. Confess your sins. Over the slaughtered corpse of our mother. Are those tears, brother dear? Your heart still bleeds with emotion. My dead heart has dried. You are mad. De az a baj, hogy ő nagyon élvezi azt, hogy vámpír lett. I was beginning to wonder. I've been hearing voices, one in particular.
that of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for the betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. So that smooth and wicked voice will stop ringing in my head. I cannot let you kill again, Mary. Time to die, brother. Úristen. And this time for good. Fight. Úristen. Úristen. Ez egy kis idő. Ez az. Harapjunk egy kicsit belőle. Messze hugi. Ilyet is tudsz. Úristen. Jézusom, ez feltöltött a hátraját. Azt a rohadt. Blokkolja! Spakker. Ups. Köszönjük rám egy kis vért. Jó. Gyerünk! Üssed nagyon! Gyerünk! Sorry Mary, de most rohadtul meg kell halnod. Azt a keresztel, érted? Jövök már, itt vagyok. Nyugi, Mary. Ez az! Bocsi, Mary. Hello! Üdvözlet! It's time to bring this conversation to an end, forever. You know I will not play this game. Calm down, Doctor. Like a rabid dog. Oh. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. Naya. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the harbinger bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. Szerencsétlen nagyon belerokkant ebbe. Bring it to a close. Let me sleep. Nagyon belerokkant az örök létbe szerencse csomag. I will find a cure. At last, I can forgive you. Szerencsétlen. És Alex legalább. Vagy valami elporladás, akármi, nem? Elhamvadás, elporladás, akármit. Nem, ez most nagyon hosszan kitartott pillanat, vagy nekem kéne valamit csinálnom? Aha, nekem kell valamit csinálnom. Mit csináljak? Megyek! Valahova megyünk. Jonathan is megpróbált öngyilkos lenni, csak hogy válaszoljak, Laci. És nem tud öngyilkos lenni, tehát így...
Jonathan saját magát is szívvel lőtte. És öngyilkos nem tud lenni. Azt ne kérdezd miért, de nem. Egyszerűen nem képes megölni önmagát. Na. Pár éjszakával később. Hát igen, ez egy nagy rész volt itt, az biztos. I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood via violent biting. Turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire. Born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Na, tehát még mindig meg vagyunk győződve afelől, hogy... meghívó. Hova hívnak meg? Hova hív meg a lady? Bla 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 bla. Jézusom, az Askeladd klubba hívtak meg. Jujuj. Az vicces, ha az Askeladd klubba hívtak meg. Igen, az Askeladdokhoz tartozott az a Benga nagy sötétbőrű vámpírka is, akit voltunk oly kedvesek, és eltettünk láb alól. Tehát ilyen szempontból nem hiszem, hogy szívélyes lesz a fogadtatásunk az Askeladd klubban. Ugye ők a játékban a vámpír nemesek, ha mondhatjuk így, tehát ők az elit klub. Nézzük meg. Ez az? Tudunk csinálni stamina szérumot, nagyon jó. Van itt még élénkítő gyors vérminta. Igen. Regenerációs szérum. Azonnal regenerál 500, majd 15 másodpercen belül még további 150 életet. Azt mondja, még egy. Azonnal regenerál 100 vérpontot. Mi van? Ja, azonnal regenerálódás 100 vérpontba kerül. Ó, az se rossz. Teszem hozzá. Na, akkor nézzük meg, mit tudunk szétkapni. Szedjük szét ezeket a cuccokat. Kellenek az üvegek. Mondjuk annyi üvegünk van, mint a szemét. Igen, ez mindenképpen jó. Ebbe van üveg, mert miért ne lenne. Gyógyibogyi. Fekvő eszencia, nagyon jó. Hú, hát annyi zink alapanyagunk van már, hála a jó Istennek, hogy bele is tudunk majdnem fulladni. Jó, kell nekem, ennek a bunkónak kell a fejlesztése. Nem fog ennek a bunkónak a fejlesztése összejönni. Akkor nézzük meg a kardnak a fejlesztését. Az sem fog összejönni. Jó. Markolatrész. Honnan a maci füléből szerezzek jó markolatrészt? Istenem. Opa! Parabellum pisztoly. Ez a második szintű? És ő mit tud? Hát annyira nem, még mindig nem hoz lázba a lőfegyver használat. Akármennyire is szomorú. Azért mindent feltöltünk. Biztos, ami zihár. Jól van. Hol van az ágyikó? Ott az ágyikó. Költsük el ezt a rettenetesen sok 12 ezer, vagy 16 ezer úristen XP. Hát borzalmas csúnya dolgokat kell művelnünk. Kivégző. Mik vannak itt?
mik vannak itt. Azt mondja, hogy örvény, vérforrás, költség nincs. 200 vérsebzés, ható távolság, távoli. Azt mondja, tömegpusztító. Nagyon jó, felforraljuk a vérét. Azt mondja, létrehoz egy célpont körül. Hatalmas sebzést okoz. 600 árny sebzés. Ez meg 200. Na jó, ez így azért ez viccesnek tűnik. Már csak azért is, mert lebénítja az ellenfelet. Viszont ez is jó, mert ez meg területsebző. Tehát azért az, és 500 vér kell hozzá. Jó. Aha, ennek viszont nincs költsége. Mindegy, egyelőre én a mondó vagyok, hogy kimaxoljuk a... És majd itt az ideje a dárdát, azt fejlesszük, mert... Nagyon jó, igen. A dárdát azt fejlesztjük, és merre fejlesszük tovább a vérláncsákat? Mert ennek közepes a hatótávolsága. 3 kis vérláncsát csinál. Aha. Egy hatalmas vérből készült láncsát dobsz el, ami sebzi az összes előtted álló ellenfelet. Sebzés, mint előtte. Ajaj, ez nagyon jó kérdés. Mi legyen a sok kicsi, vagy az egy nagy? Maradjunk az egy nagynál, én a mondó vagyok. 19. nagyszerű. Jó. És akkor most már a vérláncs az frankó. Az árnyékot azt hagyjuk. Kiterület 2 méter. Sebzést okoz, amikor a célpontra érkezik, az is vicces. Azt mondja, hogy maradjunk akkor annyiban, hogy még ezeket itt, ezekre még toljunk rá. Az életerőre, a staminára, meg az ilyenekre, mert a staminám az nagyon jó, úgyhogy ezt most hanyagoljuk is majd. A vérkapacitásomat kell még tolni. Nem gyengén sokba kerülnek ezek a cumok, de hát szerencsére most gazdagon el vagyunk látva, a vérszívás. Oké. Na, így is van. Jó. Azt mondja, hogy harapás sebzése, egy kis... Az nem kell most a hílelés. Harapás sebzését toljuk meg, mert eléggé keveset sebez az a kis harapásom, úgyhogy na mondolja, hogy azt most megdobjuk rendesen 400%-kal. Így is van. Jó, az is jó, akkor még mit kéne védekező? Vérpajzs, véralvadás. Ó, ez is jó, jó pofa. Időtartam 5 másodperc, láthatatlan táncelt. Egy elnyelt ütés. Ja, ez csak egy ütés nyelál. Azok nem kellenek igazából. Elég ügyesek vagyunk, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy maradunk a harapás híl. Az még jöhet. Jó, és akkor még van 1200 pontunk, amit el tudunk költeni. Mondjuk vérkapacitás növelésére. Arra pont nem.
Esetleg életnövelésre? Arra igen? Hát azt kell mondanom, hogy 23. szintre fejlődtünk. Ami azért nem gyenge. Így van. Jaj, vissza. Megerősítjük. Bizony, hogy van nyereményjáték. Ne felejtsétek el. Következő éjszaka. Van nyereményjáték még hozzá. Ha megosztjátok a videót, vagy a live alatt, hashtag kukat, stb. Laci mindjárt beírja, mert én ehhez nagyon hülye vagyok. Sose tudom, hogy melyik mi. Vagy live után, hogyha megosztjátok, Kukac Game Geek, megvan. Vagy hogyha a live-ot osztjátok meg, akkor Kukac Game Geek Power. És akkor látni fogjuk, hogy megosztottátok a videót, és így akkor részt tudtok venni a nyereményjátékban. A Milton nem akarjuk megenni, mert ő azért még hasznos, mert ő boltos. Te meg ki vagy? Nagyon, te is van műszerkos házi állat vagy. Na jól van. Akkor. Vedd rá. Aha, jó, oké. Hol vagy? Az özvegy. Én szerintem akkor először elmegyünk az özvegyhez, a temetőbe. Mert az egy ilyen nyugis küldetés, és közben még találhatunk egy csomó jó cuccot. Mi ez a virág? The flower's dying. It needs water. Ez tök jó, és honnan szerezek neki vizet? Legyen meg a szívedet. Mr. Reed, ne legyen már ennyire nyomorék. 23. szint. Nagyon-nagyon menők. Én már úgy érzem, hogy nagyon-nagyon tápos kis vérszívókká nőttük ki magunkat igazából. Lassan már büszke kis vámpírocska leszek. Mindjárt. Nagyon csúnyán elköltöttük a... Ujj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 
a versenyt, azt kell, hogy mondjam. Fú! Hopp! No! Csapja le! Még egy! Így is le. Kipróbáljuk legalább, hogy mennyire sebez. Ujj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 
Csak hogy magyarosan fogalmazzak. Borzalmasan nagyot harapunk. Ő... Scallop? Scallop? Cábusz? Na? Kipróbáljuk ezt is? Ez is egész hat. Mi ez a robbanó takony? Hát ilyet se láttam még. Fúj. Elég undi. Mert tárjánban harap a kacsa. Egyszer csak PC-s verziót sorsoltak, vagy van konzol is? Húha! Majd látod, ez egy nagyon jó kérdés. Ebben sajnos én nem vagyok kompetens, de szerintem főleg PC. Én amondó vagyok. Ez te meg? Ja, igen, ez kitép a izéből. Á, és nem tudok ilyenkor még ködé válni sem. Na, ezt neked, hogy pusztuljál el. Hopp, hopp. Nem, rossz fiú, rossz fiú, rossz fiú! Azt a mindenit. Hát nem,
nézd meg. Ennyire jó volt neki. Teljesen benne maradt a bugi a lábába. Görcsöt kapott. Ilyen kicsavart testhelyzetben nem is csodálom. Na, itt még vannak viszont szkallok is. Hallom a visítást. Hogy néztek ki. Na, ingyat vagyunk az özvegynél. Már megint a temető. A temető, ez engem annyira nagyon jól meg lett csinálva, mert retteltesen nyomaszt. Kifejezetten nagyon jó lett a design. Hello, mi? Nem, mi? Van benned vitamin, haver. Na, adj egy kicsi hamit. És nézzük, hogy töltődik a HP. Töltődik, az jól van, jó fiú. Akkor érdemes volt arra is fejleszteni. Na hát akkor... Egy nagy darab szörnyi! Jajaj! Csúnya rossz! Az meg egy világító szemű juhász. Gyere! Ne menj el! A fenes! Au! El is felejtettem, hogy te már ilyen pöpeckemény csávú vagy. Gyere! Ez az. Így is van. Adj egy kis hamit. Így is van. Adj! Hágyezte mindenit. Szégyentelen fattyú. Így is van. Jó. Jó. Nos. Szörnyikék lemészárolva. Özvegy nénye mindjárt megkeresve. Rá kell vennünk, hogy itt az özvegy nénye. Ezek meg itt miért villognak ezek? Sírkő. Aha. Ez tök jó. Nem tudom, ezeket miért lehet meglesni. Közelben nyúszik. Jó. Itt van az özvegy. My name is Zhao Shun. Shashun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Zhao Shun. Are you all right? Yes, I am. Ha mindjárt jó ráveszik, hogy mondjam vissza csapalba. Some way to remember my dear Matthew. Ó, egy nyomat találtunk hozzá, nagyon jó. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? My only relief is that my Matthew died before seeing the madness that approaches. I'm afraid we won't survive this trial, Dr. Reed. Na és ez az. You should go home now. No, not yet. I miss my dear Matthew so much, and I can't forgive myself. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually, you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. Hát az biztos. Egy temetőben általában az szokott lenni. Csak nyugalom. To be honest, I don't know. Please forgive me if I've upset you. We must all honor our departed loved ones in our own. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. Jaj, de jó. Annyira jó, hogy most így összekapcsolódott a kis lelkünk. Ezáltal. Nézzük meg, milyen panaszod van, te drága lény. Ó, adunk neked gyógyszert. Physically speaking. I don't... Feel good, Dr. Reed. Not at all. Nem baj, mindjárt kapsz tőlem gyógyibogyit. You should recover quickly after taking this. Thank you, doctor. Persze, hogy örülsz neki. Én is örülnék, hogy kapnék. Na jó. Tell me how your husband died, Zhao Shun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others.
a mundane cause of death these days. Hát igen, ez a szomorú. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know. The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds. Az igen. Az összes titkát megtudtuk, és mindjárt visszalépek, csak így. A kis mocskos e-mailek jönnek, és nem láttam a szöveget. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Hát igen. Megnézzük, hogy van-e családja. Akkor is ráveszlek, hogy elhagyjad ezt a szart. Nem fogod megúszni. But I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence. Sadness. Ellos, you should not be by yourself. Grief can be a terrible trial. Így is van. Menjünk át tényleg turkázba. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. Azért, mert szeretnélek már végre hazazavarni a vérbe. Az a csúnya, hogy meg tudnálak enni. De nem akarlak megenni. Are you on your own? I have. You should not. Thank you. Tudom, tudom. Ja, ennyi. És nem, semmi. Nem, 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 nem igazán akarsz haza menni a vérbe. Na. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. Ooh, de laza. I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? She will rest in this cemetery forever. And I'll spend eternity hoping that she can forgive me. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. I agree. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. Ez az! Menj haza! You should go home. I think you're right. Ez az! Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiaoshu. Sashun. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Ez az. Visszazavartuk Whitechapelbe. Goodbye for now. Matthew. The world ennyi. Na jó van. 190 XP-ért szenvedtem ki a lelkemet. Ez szomorú. Ezért az agykurkászásért, meg léleggondozásért azért egy 500-assal megdobhattak volna. Te meg mi vagy? Jaj, de cuki. Ami. Ami, ami. Ó, te jó Isten. Most hát tényleg brutál vérszívó lettem amúgy. Érzem most már.
Ebben már van vitamin. Ez nem az igazi. Viszont itt... Hallok valami brutál kegyetlenséget, és miért jöttem én erre? Miért akarok itt bemenni? Ha, miért ne? Ó, loot. Nem loot. Húha! Lehijeszgesse bakker. Ha meg vagy butulva. Azt a mindenit. Te jó ég. Ez nem volt finom. Na jó, nekkel menjünk erre fele, ha már itt vagyunk. Oké, egy kis útocska. Mindenütt fincsi lút. Oh. Oh yeah. Na gyere csak. Szedjük szét. Ah, nem akartam kilépni. Szét akartam szedni. Na, szedjük szét ezeket a szarokat. Jó. Rozsadzsotteres doboz. Nagyon jó. Jézusom, mennyi. Mennyi alapanyag? Akkor töltsük fel a készleteket. Amondó vagyok. Így van. Kálium per manganátból annyit használunk, mint a rohadás. Hát meg kell őrülni, esküszöm. Ja, abból van rengeteg. Csináljuk ebből is egy keveset. Kálium per manganátunk el is fogyott. Jó. Nagyon jó. Oké. Szerintem mindig nincsen markolatdarabunk. Na, náhogy nincsen jó markolatdarabunk. Ez nagyon kiábrándító. Azt kell, hogy mondjam. Jó, arra nem tudunk menni. Ó, ott viszont még van egy ilyen szekrény, amiből tudunk. Ja, nem fejlődünk. Hát 450 XP-ből mit csinálunk? Maximum nagy levegőt veszünk belőle. Uaaa! Ha mit csinálsz itt te? Mit? Mit? Keresel itt? Nem szégyeled magadat rá, mi ezt tesz? A tengban a gyállatja. Olya! Azt a mindenit. Csak így random bestia. 300 méter. Hát a közelebb nem kerültünk egyelőre. Na jó van. Majd mindjárt. Ha más nem, legalább a lootot szedjük össze. Vadászpuska lőszer. Ha nagyon, nagyon jó. Viszont itt már biztos, hogy lesznek a vadászok. Itt is van egy. Hello! Nem azért, hogy csúnyát mondjak, de cső! No. Ja, igen. Erre futottunk a Hugi után. Itt is vagyunk Whitechapelben. Hát ez szuper. Már is csak 100 méter. Már is csak 100 méter híja. 200 jó. Bocs. Susogó hangok. Hol van az a felugrási lehetőség? Ott nem. Jó. Nagyon jó. Zoom. Hoho, hello mi? Az nekem kell. Kenőanyag, csavarok. Nagyon jó. Szépen átsuhogunk az éjszakán. Így is van. Már csak 100 méter tényleg. Ja, ez most engem nem érdekel. Csak ez a rejtek hely most éppen nem opcionális. A egy kuka, innen látom, hogy van benne egy kis lút. Szuper. Nem arra megyünk, erre megyünk.
Hello, mi? Ki, már megint itt vagy? Dehogy mészároltam le Bubukát. Bubuka nekem nem kell. Nem, max patkányvért iszom. Hello, vérből összeállt sötét entitás, aki a frászt hozod rám. You must prepare, child, for the earth is bleeding and the harvest is upon us. Stay away, whoever you are. This is no time for petty quarrels, my champion. Can you not hear? The famished queen has awoken. Ő az éhező királynő? No. I am not your champion. But of course you are, son. As surely as you are the blood of my blood. I had to kill Mary. I have known your pain, child. Do not succumb to me. Silence! Ja, hogy Bubuka, az nem Bubuka volt. Értem, hogy mire gondolsz, Peti. Prefi Bubus. Silence. Hát igen, ez a vér alak, ez teljesen. Igen. Ez teljesen így felbasz agyilag minket. Nem is csodálom. Jön egy ilyen izé, ami ott himbálózik előttünk, mint valami marionett bábú. És akkor azt mondja, hogy hello, te vagy az én kiválasztottam. Az ne érdekel, hogy én ki vagyok, de de szépek vagytok. De te vagy, aki választottam is. Lehet, hogy azt jelenti, hogy én gonosz vagyok, de nálam sokkal gonoszabb dolog is fog rád támadni. Úgyhogy rohadtul jó lesz, hogyha felkészülsz. Hups. Gyerünk. Még egyet. Így, meg így. Így is van. Hopp, azt hitted mi? Gyere. Jó fiú. Ezt. Oho. Simán leblokkolta a vér. Ezt a véres vackot. Na, gyere. Ja, nem is kell. Na, valami minta, akármi. Egy icipici rút. Semmi. Ez szomorú. Na, merre van az a jó képességű ember? Nézzük meg, hát itt át tudok vágni a házon egy kis fillérke. Szerintem ez nem volt nyerő, ha csak nem erre. Jaj, de jó, de még lehet, hogy át is tudok vágni rajta. Lehet, ez az menő. Jól van. Azért nézzük meg azt a térképet, hogy ó, nagyon jó felé megyünk, hát ez csoda. Csodálatos. Végre egyszer. Tök jó felé megyünk, csak nem tudunk itt átmenni, mert be van zárva ez a rohadt kapu. Álljon meg a szívedet nagy szemű babbal. Vissza kell mennünk, és arra felé tudunk csak jönni. Oh my gosh. Van, akkor kezdjük el előről. Szóval, itt vagyok. Igen, előre, balra. Bloodfather, az igen. A Bloodfather. Balra. Hello, mi? Ki vagy és mit akarsz itt? És hol viszed azt az asszonykát?
Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Mi a maci füle? Hát te ki voltál, barátom? Én úgy látom, hogy az egy vámpír volt, és elvitt egy asszony. De mi vitte egy asszonyt? Ez hova vitte? Vér Ekon. Várjál. Várjál csak, de hát... Van egy olyan gyanú, hogy Ekon. Az Ekon az már nem üzé, nem gondol. Remélem, hogy nem fog... Oh! Au! Hányan vagytok? Hop, hop, hop! Te, Ekon! Hallod? És igazán... Hop! Au! Igen, ettől félek én, hogy... Gyere csak! Anyukádat is! Széjjel harapom a gigádat! Gyere ide! Hapci! Miért támad rá... Jó ravasz! Én is jó ravasz voltam. Először a vámpírt nyírtam ki. Hogy miért támad rám egy Ekon? Mikor elméletileg akkor momenten egy kasztban vagy, valók vagyunk. Mert mondjuk ebben a kaotikus vámpírvilágban, ami itt van, igazából mindenki mindenkitől. Nem azért, mert rossz, vagy jó, vagy akármi, nem. Ott is egy Ekon, hát megőrült. Nem, azért egyszerűen, egész egyszerűen azért ölik egymást, meg mindenkit, mert hogy az legyen, amit ő akar. Ilyen rohadt egyszerű. Nem foglalkoznak ezek azzal, hogy egy fajban, vagy egy kasztban valók vagyunk. De őt nem érdekli nagyon. Az a lényeg, hogy az ők is saját céljai megvalósuljanak, ezek tipikus önző szarok. Ólom lemez? Na, az viszont már menő. Ott is van valami. Valami nagy is ott. Ez. De megint mi vagy? Vulkod. A Vulkod az mi az? Ő is valami Benga vámpír. Éven. De hát vagy... Hogy a maci fülébe? Szép is, hogy most éppen megyünk majd a tanácsba. És erre meg itt mészároljuk halomra a vámpírokat. Tehát ez így cseppet se gázám. Á? Sosem. Meglepően borza, és minek közelebb érünk a Lady-nek a birtokához, annál több ilyen csata zajlik itt. Tök érdekes. Nagyon csecseházad van, Lady. Na, lássuk, mi van oda benne. Bloodfather. Nagyon elemedbe vagy most, Prefi, látom. Na. Keep up. Dr. Reed, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. Aha, nem ártana. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Young Ekon? Why do you continue to mock me? Please excuse my behavior, Jonathan.
Elnézést, megint e-mail volt. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. Magamról meséljek. How have you been since we last met, my friend? My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. Dale. Érezd magad rosszul. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive. Nagyon jó fej vagy. Szilajka, nagyon jó fej vagy. Azt kell, hogy mondjam. Igen, Laci azt mondja, hogy olyan nincs. Tehát, és ő itt a mérvadó. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. Hát igen, nem lett volna rossz, hogyha őt is lehetett volna. Nézzük. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the guard of Priwen half a century ago. Yes, that is. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. Yeah. Nagyon jó. Na, I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. Yeah, yeah. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak. Jó, jogos, jogos. For now, please follow me, Jonathan. Nem akarom. Annyira érzem, hogy itt lesz már az, a tanács. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. Hát igen. Jó pár száz éve lak berendez. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Kicsit erősítsű, mobileszköz, alig hallom. Hát, jó. Hogyne. Tudok adni mind a kettőre. Már is akkor meg is tesszük. Azt mondja, hogy... Jó. Egy kicsit raktunk a játékra, és akkor nem menjetek sehová, mert már is pakolunk egy icipicikét. Egy icike-picikét az én hangomra is. Nem sokat, csak egy pöppet. Szerintem ez így már elég is lesz. Én a mondó vagyok. Jaj, de romcsi! So, my lady. Hír jelizabettek. Jó, my lady. Ascalon Club, igen, ettől féltem. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the empire. Some believe they merely protect it. Persze, hogy harcolni fognak a Privenek. Fergal, Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon.
Na jó, jó. They have done nothing but impede my investigation since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. Oh yeah. What can you tell me about Lord Redgrave? Redgrave. Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. No, yeah. How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, az biztos. Jó, van. Nézzük meg, milyen erős. The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. Na, jó, jó. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the empire. Mm-hmm. The most loyal are awarded immortality. Annyira tudtam. Biztos voltam benne, hogy vámpír azzal tartják sokban őket, hogyha jól szolgálnak, akkor vámpírok lehetnek. Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. Mm-hmm. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Priwen has called for a second great hunt of all kind. And they will stop at nothing to eliminate us. Not your ear. Jó, azok nem fognak harcolni. Kérdez, mi ez a nagy vadászat? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Priwen located and destroyed most of the old British vampires. Oha. Na és mi váltotta ki most a másodikat? Priwen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us is the cause of the epidemic. Yeah. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Küldtem, like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. Jó, hát akkor miért nem... You should flee. Miért nem húzunk el akkor a vérbe? Leave London, the country even. I have seen the guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. Mm-hmm. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. No.
What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries. Oh, most fiú alatt, amik velünk vannak elfoglalva, az Ascalonok. Az Ascalon klub tagjai. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Okay. Nagyon kösz. Nem érdekel, mikor találkozunk annyira legközelebb. Gondolom, hogy úgyis az Ascalon gyűlés után. I should be honored, my lady. Then it is finally some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Úgy lesz, óvatos leszek. But why the fear in your voice? Jaj, de romcsi. Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Annyira tudtam, hogy te romcsi. Go, my friend. But come back to me soon. Isten, de hogy nézel ki? Hát... Jonathan, hát rád néznek és lerír rólad, hogy nem vagy... nem ember vagy. És ez még nem az a korszak, ahol lehettél volna... punk, vagy mit tudom én, micsoda. Vagy egy elborult tetováló művész. A mai világban már fel se tűnne egy ilyen szempár, de azért itt azért súlyosan, húzósan. Na nézzük meg az Ascalon Clubot. Lépj be az Ascalon Clubba. Úgy lesz. És itt van szomszédban. Valami történik. Valami történik. Nem, nem történik még. Jaj, de menő járgány. Én is kérnék egy ilyet. Mi a fene? Egy kis vér, azon már meg se lepődünk. De szuper. Ó! Egy kicsit besegítünk az Ekonnak. Kíváncsi vagyok, hogy rám támad-e. Rám bizony, bakker! Nem szégyeled! Azt a mindenit. Az Ekonok azok, ezek már azért, na. Azért már, ők már nagyobb kihívást jelentenek, azt kell, hogy mondjam. Viszont náluk jó cuccok vannak. Az Ekonoknál menő cuccok vannak. Vagyok nem igazán tudok napirendre térni a felett azért, hogy saját fajtámat kell öldökölni. A szkállokkal még ugye el voltam, mert azok úgy tényleg azok állatok, tehát azok ilyen elfajzott kis nyomorultak. De azért Ekonokat ölni az már annyira nem vicces. Na te mi vagy? Karanténzóna. Nagyon jó. Igen, nem. Azt mondja, hogy hol tudok oda felugrani. Nem, nagyon nem. Mi van itt?
Ne köhög nyilvános helyen, de cuki. It's locked, all right. Az oldalról nem nyílik. Kösz. De jó arc vagy. És hogy a maci fülébe fogok oda bejutni? Ó, de jó, hogy körbe kell menni mindenen is. Jaj. Na, erre. Az a kérdés, hogy olyan, hogyha arra megyek, akkor el tudok-e mászni. Nem reckírozunk. Hát jó. Szerintem elég egyértelmű, hogy merre kell mennem. Eltorzult, hunyorgó szkál. Mi a... Hatalmas bestia. De jó! És itt visít... Itt vannak? Oké, de... Hol ölik ezek a népek egymást? Nincs rajta a listán. De cuk. Nem. Itt nem ejtenek fogokat, papi. Nem az a rész. Bőrcseki DLC-k. Hát, ugye van hozzá már DLC elméletileg amúgy. Tehát láttam. Elképzelhető, hogy még mielőtt végigjátszuk, beszerzem azt is. Egy DLC van hozzá talán. Az nem tudom, hogy mekkora content. The West End. Never have I felt so ott van egy lángszóros mocsadék, de még kint van a range-ből, nem látok rá. Aha, és ott is egy. Na jó van, gyere. Gyere ki a hegyoldalon. Na. Csúnyán rád fogok harapni. Aha, és így átjöttél? De cuki vagy. Au! Ezt nem gondoltam át. Egy, adj egy kis amit. Adj. Van benned azért craft, hallod-e? Ebben a csókában volt vitamin. Jó markolat rész, ez az. Gyertek csak, itt hány kolóc valahol. Hallom, az, gyere. Torzult. Jaj, nem arra akarta. Áú! Ha nem belém harapott ez a mocsadő. Úristen. Hopp. Ujj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 
ketten. Aljas szar vagy. Na. Azt mondjuk egy kis vért. Legyen el a tiédből. Na gyere. Ez az. Feldarabollak, te hatalmas bestia. Na jó van. Mi volt annál az eltorzult nyomoréknál? Semmi. Mi ez itt? Megint egy karanténos papír. Húha! Viszont itt valami nagyobbnak a hangját hallom. Repülőló. Szerezzünk lootot. Elméletleg arra kellene majd mennünk. Ja, mert most ki tudtam nyitni, nagyon jó. Jó.
Szupi, szupi. Itt van az nem, ez nem az eltorzult nyomorék. Ott van még egy kuka. Kukázzunk. Feltöltöm azt a maradék kis életet, ami még nem töltődött fel. Ott lesz az erkély, az ami pályánk. Így is van. És úgy hiszem, hogy itt legyünk az Escanon klubban. Jó minőségi markolat ez az. Itt is. Csak körülnéznék én már itt a fiókokban. Szegecs. Azt a mindenit. Rejtek hely. Új, ez is te villa. Na, apám. Ez lenne az új rejtekhely amúgy? Tehát ez itt egy rejtekhely? Nem? Ah, ott a rejtekhely. Jól van. Ó, oh, nézzenek oda. Ezt itt még meg lehet nézni. Na, nézzenek oda. Jaj, de szuper. Na jó, van, most már akkor mindent összeszedtünk, amit összeszedhettünk. Nyomuljunk tova. Valami sikít. Jaj, de cukik vagytok. Elnyom a szélyeteket. Fúj, fúj, fúj. Ez itt rám rókázik. Ó, de jó, még ilyen fénylő videó is itt van. Nem is rossz, hogy fejlesztettem a staminámat, mert veszélyesen megy lefelé. Ups. Leblokkol. Leblokkolja. Nem szégyed magadat, szégyed. Az a baj, hogyha megint ráütünk ilyenkor, akkor fel kellhet. Nesze. Ez az. Hagy ezt a makkos mindenit. Fejűj az ennyiát, igen. Nem volt tőlem azért rossz ötlet, hogy ennyit toltam a staminára. Kell az a területre ható sebzés sajnos. Azt hittem, hogy meg tudjuk úszni, de sajnos nem fogjuk tudni megúszni. Viszont most szerencsésen elköltöttem az összes XP-t. Hol vagytok? Ott vannak a patkányok, ott van egy beteg kinézetű gazember skull. Az meg milyen? Jó, tápos! Ó, és ha robban, amikor elpusztulik. Ó, egy csupa takony lett a szép kabátkám. Szomorú. De legalább biztos erre kell mennünk. Ó, de volt nyár a gyűrű. Megint lesz egy csomó frankó. Egy csomó. Ismeretlen kalapos úriember. Beszéljünk az ismeretlen kalapos úriemberrel. Biztos, hogy tudnak nekünk valami okosat mondani. The heart of British Vampire Society. Quite as subtle as I expected. Szerbusz, kalapos úriember. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit, it's good to receive a warm welcome for once. I'm Doctor. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. Aha. Aha. És nem tudom. Nem tudom. Jól van, adjunk neki gyógyszert először is. Már én nagyon jó fej vagyok. Lesz egy gyógyszer. Nem kérdeztem. I cannot imagine the pain these people must face then. You have my gratitude, doctor. A gyógyszert adni jó. My appetite. Jó van, azért kapod. Nézzük meg, mit lehet nálad venni. Ó, ez az jó minőségű. Ez kell. Mind a kettő kell. Jó minőségű markolat rész. Markolat darabka. Jó minőségű markolat rész. Ez is kell. Így is van. Mi kell még, valami még kell nekünk. A ravasz az nem érdekel. Ó, igen, kálium permanganát abból sosem elég. Ezt egyfolytában elhasználjuk.
Ólomrúd az nem érdekel, ez sem érdekel. Mit tudunk eladni? El tudjuk adni ezt a vackot. Ezt eladjuk, ezt nem kell. Azt a pisztolyt nem adjuk el. Ezt viszont eladjuk. Nincs értelme magunknál tartani. Ezekből nem adunk el semmit, a sejtelen. Viszont el tudunk adni temenő, el tudunk adni lőszert is. Mondod, az most mi a tökömnek. El tudunk adni ilyeneket is. Mit keres nálam egy kereszt? Egyszerű kereszt, hogy mindig viselt még azután is, miután Skull lett. Miért van nálunk ezüst villa, meg kereszt? Azért, nem áll, hova rakom? Tehát... Az eddig fel se tűnt, hogy ezüst villa van nálunk. Vagy a feszület az csak akkor működik? Jó, várja mindjárt, nem muszod meg annyival. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Okay, akkor... Do you have any... Not... London's lone gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic. And ah! Hogy te ezért... Kajakritikus voltál. But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. Aha. Hát ez jó. Mi van? Ötös. Az igen. Jó, erős a... Jó, erős a te ön tudatod. Kedves uram. Jól van, akkor még vásárolni nem, annyira nem érdekelsz most. Az a lényeg, ide be kéne. Te ki vagy, lénye? Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to do. Tankoon, hello. Wait, no. Why do you think I would... Ja, már néztem. Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother told me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent. Young Echoes. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Tehát az Ashbury-nek van egy lánya? De cuki. Nincsenek hozzá nyomok. Jó, hogy megtudtam amúgy, hogy... Hogy van egy lánya. Ki lett az apja ilyen bőrszínnel? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Ez az, nők jogaiért kampányol. Are you a suffragette? Oh, you really are, Elizabeth's girl. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me. Ez annyira beteg. I have shared your opinion for a long time. Annyira beteges. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates Chuck you so Norris. Much. Chuck Norris, hello. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. Jaj, na hogy reagálnak a helyiek? El tudom képzelni. People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. Oha, nézem most, hogy már simán túlcsúsztunk a
megszabott időkorlátomon, de most már akkor ezt a beszélgetést ezt így végignézzük. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning, I think I should try to find your friend. Igen, szeretném. Top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks. Szeretném megkeresni a barátodat. Megkóstolnám. Van valami bajod? Leány, nincsen. Jól van. Jól van. Ja. Tell me about your adoption. What do you want to know? How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. Szóval örökbe fogadták. She adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire? Meg is van egy nyom. Ekon doktor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16. Though I suspected the truth for a long time before that. That's okay. 16 éves korában elmondta, hogy... What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously. And the mystery about your makeup. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Még egy nyom, ez az. Of course not. You have nothing to fear from me or your mother. Good to know. And don't worry, my mother told me everything I need to know about vampire tricks, their nature as well as features. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Na, dojo. Na, jól van. Tudunk kérdezni, most már személyet tudunk kérdezni. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? Hát igen, ez így azért komoly. Jól van. Goodbye, Charlotte. Köszi, Charlotte. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Have you noticed anything suspicious recently? Na, nem kaptuk meg mellékületésbe azt, hogy keressük meg a haverkáját, nem mi? Pedig úgy megkerestem volna. Na jó, menjünk be akkor a Ascalon klubba. És akkor szerintem majd itt lesz vége a mostani streamnek, ez egy csodálatos lezárása lesz. Remélhetőleg nem kell rögtön interakcióba lépnünk valamelyik brutál, elitista nyomoronc vámpírral, de úgy tűnik igen. Na mindegy, akkor ezt még megnézzük. Nem foglak itt hagyni titeket, anélkül, hogy ne tudjuk meg, hogy szervusz róla cserébe. In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons ostracized. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. De szép. Hát cseppet se kékvérűek a drágáim. Welcome to the Ascalon, then, Dr. Reed. Ja, hogyha te arról Dr. Reed vagy, akkor létszi, fáradj be. Úristen, mi van? Durva volt az ebéd? Na, jó van, srácok, akkor itt látom, meg van terítve mindenhol hullák. Ott egy. Nem tanították meg őket, hogy hogy kell kajálni. Na jó, srácok, akkor itt fogjuk folytatni szombaton. Azt még nem tudom, hogy mikor, mert valószínűleg szombaton nekem túlóráznom kell.
de mindenképpen holnap szerintem én már tudni fogom, és akkor meg is írom az időpontot, hogy mikor fogjuk folytatni ezt a csodálatos kalandot. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. További minden jót, játszatok sokat, és ne felejtsétek el a nyereményjátékot. Sziasztok! Érdemes megnézni a videó leírását, és ugyanis nagyon sok információt találhatsz a videóról, amit éppen néztél, vagy igazából rólunk, ugyanis különböző felületeken is közvetítünk, például élőben, Twitchen és akár YouTube-on is, és ezekhez találhatsz hasznos linkeket, vagy megtalálod a Facebook és az Instagram oldalunkat is, ahol a követsz minket, hamarabb értesülhetsz az infókról. Itt láthatjátok a Game Geek tagokat is, akikre nagyon büszkék vagyunk, és az enemba.com-ra is egy kicsit kitérnek, ugyanis sikerült nektek kialkudni egy 1 eurós bónuszt, hogyha a lenti leírásban regisztráltok, azt el is költhetitek jó kis játékokra, plusz a Game Geek kuponkódot használva 3%-os diszkontot kaptok bármilyen akcióból. Minden hétvégén nagyobb leárazások vannak, mint ahogy a hasonló oldalaknál megszokhattuk, viszont sokkal megbízhatóbb az oldal, ugyanis közvetlenül a fejlesztőkkel dílel le, és sokkal megbízhatóbb a kulcs biztonsága és a ti biztonságotok is, miközben vásároltok. Úgyhogy azt tanácsolom nektek, hogy látogassatok el oda, és nézzétek meg a kategóriákat, biztos fogtok találni nektek megfelelő játékot, és felhívnám a figyelmeteket a Game Geek nyereményjátékra is, ugyanis tudjátok, hogy ha osztogatjátok a videókat, akkor játékkulcsokra vagytok esélyesek minden héten és minden hónapban. Ehhez is bővebb információt természetesen a Facebookon és az Instagram oldalon találtok, és végre dumáltam annyit, hogy addig tudtatok választani a videó ajánlásokból. Sziasztok, menjetek vissza játszani!